A tanár úr jelentős mennyiségű tananyagot élvezetesen adott le, jól értett a tanulók nyelvén, ami abban nyilvánult meg, hogy például szellemes megfogalmazásokkal élt. Ezen túl önálló gondolkozásra serkentette a tanulóit, és hát a tananyagnak más tantárgyakkal való kapcsolatát is kiemelte. Mint osztályfőnökömmel emberileg is közeli kapcsolatban voltam vele, és nagyon szerettem, és ez befolyásolta a pályaválasztásomat is, az, hogy én ma matematikát oktatok, az jelentős részben az ő befolyásának is köszönhető, és az oktatási stílusa pedig azóta is példaképül szolgál nekem. Apám használt disznóbőr aktatáskájával, amit már nem használt munkába menet. Folyamatosan tanárosat játszottam, mentem, magyaráztam mindenkinek, ez olyan 3 éves koromtól. Aztán meg úgy meg is tetszett a dolog. Szerettem magyarázni az osztálytársaimnak, szerettem magyarázni mindenkinek. A matematika az úgy 5.-6. koromba kúszott be a képbe, hogy ez nagyon jó dolog. Középiskolás koromtól intenzíven amatőr színjátszó voltam, és azért a színház az belezavart egy kicsit, hogy elmenjek színésznek, de hál' Istennek se énekelni nem tudtam olyan jól, se táncolni, és akkor nem mentem el. És matematika-fizika szakra mentem az egyetemre, és jól választottam. Tehát a matematikával a viszonyom továbbra is nagyon jó maradt. Talán a kicsit színésznek is kell lenni, persze annyira, amennyire azt a személyisége megengedi. A hitelesség az nagyon fontos dolog ezen a pályán. Azt gondolom, hogy fontos, hogy érthetően beszéljen, világosan fogalmazzon, valahol a gyerekek nyelvéhez közel, de úgy, hogy húzza őket azért fölfelé. Néha azt gondolom, hogy kellenek hozzá. Majdnem olyan eszközök, mint a színészi eszközök, és még egy fontos momentumot emelnék ki, kell, hogy legyen humora. Egy tanárnak nagyon fontos, hogy legyen humora. Én nagyon szeretem látni a gyerekek szemét, mindenki olvasható belőle. Tehát, hogy értik, nem értik. Én nekem az egy olyan kontroll, ami minden pillanatban kontroll. Meg hát a tanítás egy párbeszéd. És a párbeszédhez azt gondolom, hogy kell a kontaktus is. Én ilyen szokratikus elveket vallok, hogy a két fél, tanár és tanítvány párbeszédet folytat, ahol mindenki kérdezhet, mindenki válaszolhat, és hát ebből épül föl tulajdonképpen egy ilyen dinamikus és dialektikus folyamat révén a tanítási gyakorlat. Ez matematikára különösen igaz. Ezek a gyerekek kreatív pályára fognak menni. Lehet, hogy informatikára. Még azt is el tudom képzelni, hogy kutatóorvosnak. De zömében azért a természettudományok matematika, informatika területén fognak dolgozni, de alkotó módon. Én tulajdonképpen tanítás közben lettem tanár. Én a legtöbbet a diákjaimtól tanultam. Megtanultam a matematikát, pszichológiát, pedagógiát, módszertant, vagy legalábbis amennyi kellett ahhoz, hogy kezdő tanár legyek, de ők formáltak, kísérletezhettem, ezt ők elviselték, vagy talán még szerették is. Én ezt a kommunikációt szeretem benne leginkább. A csillogó szemeket. Azt, amikor látom, hogy a párbeszédünk hatására valamit megértett. Az egy csoda.